Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, Tótasi Fruzsinával beszélgetünk az Arany 17 rendezvényközpontban, hiszen egy új foglalkozás indul itt az épületben, mégpedig a dalolászó. Miről szól ez a foglalkozás? Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek itt erről, és köszöntöm a hallgatókat is. Ez egy babamama foglalkozás, amin az első 30 percben kizárólag a babákkal foglalkozunk, ölbeli játékokat végzünk, mondókázunk, buborékot fújunk, a második 30 perc pedig kizárólag az anyukákról szól, igazániból az ő jelenlegi lelki állapotukról szoktunk beszélgetni, hogy éppen ki hol tart az anyaságában, hiszen azért vannak ebben nehezebb fázisok is. Több baba-mama foglalkozás is van, akár a városban, akár a környéken. Ez miben más? Mire épül? Mi az alapja? És mi a célja? A legfőképpen abban más, hogy ez a második 30 perc, hétről hétre nyomon követjük az édesanyákat, hogy előző héten kedden éppen hol tartottak, és most hol tartanak. Legyen ez akár alvásregresszió, mozgásfejlődés, hozzátápolási problémák, vagy egyébként csak egy picit nehezebb szakasz az ő életükben. Az első 30 perc az gyakorlatilag hasonló, mint a többi babamama foglalkozás. Mindig vannak újabb mondókák, ez éppen mondjuk az adott évszakra épül, vagy adott időszak, legyen az karácsony, húsvét, és mindig van egy-két mondóka ezzel kapcsolatban. A második fel az pedig mindig úgy működik, hogy körbeülünk, és akkor mindenki egyesével elmondja azt, hogy éppen hol tart. Számomra, amikor én jártam a gyerkőceimmel foglalkozásokra, nekem is van kettő, akkor ez nagyon hiányzott ezekből a foglalkozásokból, hogy ez így kimaradt. Tehát meg volt az első 30 perc, és akkor utána igazándiból az anyukák így egymással beszélgettek, de nem volt meg ez a kör, ami nálunk megvan. Itt mindenki teljesen önazonos, itt mindenki vállalhatja azt, hogyha éppen úgy érzi, hogy rosszabb időszakban van, itt senki nem fog ítélkezni, itt mindenki megpróbál tanácsot adni. Mik a tapasztalatok, van látszatja ezeknek a beszélgetéseknek? Abszolút van látszatja, és kialakulnak a barátságok is az anyukák között, ami szerintem igazából ez lenne a lényeg ezeknek a foglalkozásoknak, hogy ők maguk is egymásra találnak, és én azt egy óriási sikernek élem meg, hogy engem szoktak privátba is keresni az anyukák, hogyha valami miatt ők nagyon rosszul érzik magukat, akár hétvége ez, akár esti órák, tehát én mindig szoktam erre válaszolni és reagálni, és úgy érzem, hogy ez egy olyan foglalkozás, ami nagyon kéne minden anyukának. Ugye az anyukáknál teljesen mindegy a korosztály, a babáknál mi a helyzet, milyen időskortól jöhetnek a babák, és milyen időskorig? A babák 0-tól 3 éves korig jöhetnek, tehát van egészen pici babánk is, 2-3 hónapos is, illetve vannak ilyen 2 év körüli gyerkőceink is már. Itt az Arany 17 rendezvényközpontban zajlanak majd a foglalkozások. Milyen időközönként jöhetnek a kismamák? Minden héten kedden vagyunk, 10 órától 11-ig, bár 11 órakor még soha nem fejeztem be szerintem ezt a foglalkozást, mindig picit hosszabban szokott tartani. Hogy lehet regisztrálni, gondolom létszámhoz kötött azért, hogy mennyi babával tudtok egyszerre foglalkozni? Maximum 10 fő, 10 baba és 10 anyuka szokott lenni a foglalkozásokon. Igazából a dalolászó Facebook oldalon megtalálják az eseményt, vagy ha írnak nekem privátba, az is teljesen jó. 3 éves korig tart ez a foglalkozás, tulajdonképpen ez a kicsiknek miben segít? Ugye az anyukáknak jó az a beszélgetés. Szociális kapcsolatokban abszolút segít, mert hogy ugye a babák már meg is ismerik egymást itt hétről hétre, illetve abban is segít, hogyha valakinek a mozgásfejlődésben van esetleg elakadása, és a többieket látja, hogy ők itt jönnek, mennek, úsznak, másznak, akkor azt vettük észre, hogy egyébként ők is próbálják ezt leutánozni, és ők is utolérik a többieket. 10 fős csoportokkal folyik a munka, mindig ugyanaz a 10 van, vagy pedig egy ilyen vetésforgó van a foglalkozások során? Februárban indítottam én ezt a foglalkozást, és körülbelül az 5 fő, aki február óta már mindig jön minden héten, a többiek pedig itt cserélődnek is. Hát akkor keddenként dalolászó az Arany 17 rendezvényközpontban, mondjuk még egyszer akkor az elérhetőséget, hogy hol tudunk információt kapni. A dalolászó Facebook oldalán, hogyha rákeresnek, akkor tudnak ott nekem írni, illetve a személyes oldalamon is kereshetnek, Tótasi Fruzsina vagyok.